A legegyszerűbb és legkedveltebb megtakarítási forma a lakástakarék. Kategóriájában nem akad versenytársa az LTP-nek. A befizetésekre járó 30%-os állami támogatás révén egy 4 éves futamidő is 10% feletti hozamot tud hozni éves szinten, és egy családban akár több szerződést is lehet kötni. Sereginé Jánvári Enikő ingatlan szakértő a vendégünk. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Nos, hát mi is az, ami ennyire népszerűvé teszi ezt a megtakarítási formát? Hát leginkább az, hogy bárki számára elérhető. Egy családban több lakástakarékpénztári szerződés is köthető. Egy feltétele van, hogy egy adószámhoz egy lakástakarékpénztári szerződés az, ami mehet köthető. Tehát akár kisgyerekeknek is meg lehet kötni, csak éppen a kedvezményezett majd annak idején valamelyik egyenes ági rokon kell, hogy legyen, aki ezt lakás célra fogja majd a futamidő letelte után felhasználni. Milyen futamidők választhatók? 4, 5, 6, 8 vagy 10 éves futamidővel lehet ezeket megkötni. Nyilvánvalóan kinek mi a legoptimálisabb, ha tudja, hogy a gyereke mondjuk majd most 8 éves és 10 év múlva szeretne neki venni majd ebből a megtakarításból egy ingatlant, akkor nyilvánvalóan a 10 éveset. Aki tudja, hogy most vásárolt egy ingatlant, 4 év múlva esedékes egy felújítás, akkor a 4 éveset. Tehát ezt szabadon lehet választani, nincsen semmilyen megkötés. Mi az a befektetett összeg, vagy az a megtakarítási összeg, amiben célszerű gondolkodni? Már 5000 forinttól lehet ezeket a megtakarításokat megkötni. 5 és 20000 forint között kinek mennyit enged meg aktuálisan a pénztárcája, tehát maximum 20000 forintos havi befizetésekkel lehet ezt a megtakarítási formát fizetni. Milyen összeget tudunk így a végén érvényesíteni, vagy realizálni? A szerződés megkötésekor van egy bizonyos szerződéses összeg, amit aláír az ügyfél. Ez a szerződéses összeg áll egy megtakarítási részből és egy hitel részből. Tehát a megtakarítási rész az, amiket befizet, plusz az éves állami támogatás, ez az 72000 forintos maximális állami támogatás, plusz a kamatok révén jön össze egy összeg, és ennek arányában tud hitelt is felvenni majd a megtakarítási idő végeztével. Hát ez már a 5000 forinttal indítunk, nyilvánvalóan az egy kisebb összeg lesz majd a futamidő végén, de 20000 forintnál már több mint 1 millió forintos megtakarítási összeg is összejöhet. És ehhez kedvező kamatozású hitelt tudnak majd felvenni az ügyfelek, hogyha éppen aktuálisan szükség van rá, de nem kötelező a hitel. Milyen elszámolási kötelezettség terheli azt, aki igénybe veszi ezt az állami támogatást? Ez a támogatási forma csak és kizárólag lakás célra fordítható, de ezen belül nagyon sokféle variáció lehetséges, lakásvásárlásra, felújításra, lakással kapcsolatos hitelek törlesztésére is fordítható, tehát sokan azért kötik meg, hogyha hitelt vesznek fel, és akkor ezzel tudják a hitel futamidejét akár rövidebbé tenni, ha a pénztárcájuk megengedi, hogy a hitel törlesztő részlete mellett még lakástakarék pénztári megtakarítással is bővítsék tudják majd a később a hitelüket esetleg csökkenteni, akkor ezzel nyilvánvalóan sokkal hamarabb tudják a aktuális hitelüket akár kifuttatni. Mi történik, hogyha nem pontosan akkor szeretnék felújítani, vagy éppen lakást vásárolni, amikor lejár egy ilyen takarékpénztári megtakarítás nekem? Nincsen semmi gond belőle, meg lehet szakítani a futamidő alatt a megtakarítást, annyi, hogy az adott évi állami támogatástól elesik az ügyfél. Fordulónapokon, éves fordulónapokon írják jóvá a megtakarítás, vagyis az állami támogatási összegeket, és abban az évben nem kapja ezt meg. Ezek szerint akár vissza is lehet csökkenteni a futamidőt? Tehát, hogyha én egy hosszabb futamidőre kötöttem szerződést, de korábban van szükségem erre az összegre, akkor erre is lehetőségem van? Erre is lehetőség van, és a befizetett összeget is lehet egyszer csökkenteni. Hogyha végül is kicsit túl nyújtóztunk, tehát nem tudjuk esetleg a havi 20000 forintos megtakarítást vállalni, lehet csökkenteni, és akkor ezzel lehet egyszer élni ezzel a lehetőséggel. Amikor megkaptam ezt a bizonyos megtakarítási összeget, akár hitelt vettem fel hozzá hitelt, akár nem, nyilván bizonylatokkal igazolni kell, hogy én ezt valóban erre fordítottam. Mennyi idő áll rendelkezésre, hogy ezeket a bizonylatokat én benyújtsam?
Egy 30-60 napos határidővel lehet ezeket elszámolni. Nyilvánvalóan, aminek számla, hát számlákkal, leginkább bizonylatokkal, hogy megvásároltam, beépítettem, akár ingatlan adásvételnél, akár hitelszerződésnél, hogy én ezt ingatlan célra fordítottam. Hogyan tudjuk ezt más hitelekkel, lakáscélú hitelekkel kombinálni, ezt a lakástakarék pénztárt? Vannak olyan hitelintézetek, akik a lakásvásárlási hitel mellé úgynevezett kombinált, LTP-vel kombinált hiteleket is nyújtanak, és bizonyos kedvezményeket is szolgáltatnak ezzel együtt, akár egy számlanyítási kedvezményt, bármilyen kedvezménnyel össze tudják ezt vonni, és együtt ketyeg, tehát az első időszakban a lakástakarékpénztárba fizetnek be, majd ez betörlesztődik a tőkébe, és akkor onnan kezdődik tovább majd a maradék hitel törlesztése. De gondolom ennek feltétele, hogy az ingatlan vásárlónak a nevén ne legyen már folyamatban lévő lakástakarékpénztár, vagy pedig a folyamatban lévőt olvasztják bele ebbe az új hitelbe? Van olyan lehetőség is, hogyha már van neki lakástakarékpénztári szerződése, akkor azt belekombinálják, de nyilvánvalóan, ha már van neki, egy másikat nem köthet. Tehát ha erre van az adott pénzintézetnél lehetőség, akkor meg tudja tenni, ha nincs, akkor párhuzamosan viszi, de ugyanúgy be tudja majd törleszteni a hitelébe majd a lakástakarékpénztár lejáratakor. Hogyha mondjuk egy házaspár vásárol ingatlant, akkor mind a két fél tud lakástakarékpénztárt érvényesíteni erre az ingatlanra? Persze, nyilvánvalóan mind a ketten tudják, önálló adószámmal rendelkeznek, mindketten tulajdonosai az ingatlannak, mind a kettőt ugyanúgy bele lehet a hitelbe forgatni. De egyenesági rokonok lakástakarékpénztárát is, tehát van, hogy a szülőköt és a gyerek hitelébe teszik majd bele, vagy nagyszülő, vagy bárki. Tehát engedményezni, kedvezményezettet megjelölni, lehet, egyenesági rokon legyen, ez a lényeg. A saját gyakorlati tapasztalata mit mutat, mennyire népszerű ez a megtakarítási forma, illetve mennyire könnyíti meg az ingatlanhoz jutást, a lakáshoz jutást? Kifejezetten népszerű manapság, nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Logikusan végig gondolva valóban ez egy könnyebbség annak, aki ezt meg tudja engedni magának, hogy még a hitele mellé még lakástakarékpénztárt is megköt, mert lényeges összegű kamatot nem kell majd megfizetnie a hitelének a futamideje végén, mert ugye ha hamarabb betörleszt, előtörleszt a tőkébe, az arra eső kamat az nem kerül megfizetésre, tehát milliókat, több százezer forintos kedvezményt is el lehet így érni. Gyakorlatilag a futamidő is lerövidül. Igen. Seregi Néhen Várjánikő, nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Én is köszönöm.